Ez a törvény javaslat az ENSZ első felsőoktatással foglalkozó és azzal kapcsolatos egyezményéhez való csatlakozás. Először is arról kell érdemes beszélni, hogy jó dolog-e, helyes dolog-e, hogy egy ilyen globális egyezmény létrejön. Nekem, nekünk az a véleményünk, hogy épp ideje volt, ez egy helyes dolog. Ha helyes dolog, akkor azt kell megvizsgálni, hogy túl a globalitásán érdekében áll-e a magyar felsőoktatásnak, a magyar felsőoktatási intézményeknek, a mostani és leendő hallgatóknak és oktatóknak, hogy a mi országunk ehhez az egyezményhez csatlakozzon. Azt gondolom, hogy igen. Ezért az a döntés, ami annak idején Párizsban megszületett, hogy tudnilik az UNESCO ezt a szöveget a tagállamoknak ajánlotta jeles előmunkálatok eredményeként, ezt mi elfogadjuk. Azt szeretnénk, hogyha Magyarország ebben az együttműködésben, még pontosabban az egyezményhez való csatlakozásban más tagállamokkal együtt részt venne, ezért az egyezmény ügyében ezt a törvényjavaslatot mi el fogjuk fogadni és meg fogjuk szavazni. Számos alkalom adódik a magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetének és kilátásainak elemzésére. Én most ennek a törvényjavaslatnak az előterjesztését nem fogom olyannak, amikor a magyar felsőoktatás számos kérdését érdemesnek tartanám megvizsgálni. Felmerülnek itt az expozétól kezdődően a vezérszónoki hozzászólásokig olyan szempontok, amelyeket érdemesnek tartom a vitára. Ismerve a házszabályt, ez az előterjesztés mégis egy nemzetközi egyezményről szól, tehát érdemes arról beszélni. A nemzetközi egyezmény, illetve a felsőoktatás nemzetközi volta, azonban egy gondolatot feltétlenül megér. Először is én azok közé tartozom, akik minden körülmények között azt támogatják, hogy a magyar felsőoktatás és annak intézményei részt vehessenek a legkülönbözőbb nemzetközi együttműködésekben, ez nekünk jó. A magyar felsőoktatás és kutatás tehetségének jót tesz, hogyha ezt egy nemzetközi kapcsolatrendszerbe tudja elvégezni. Itt jó néhányan vannak, vagyunk, akik életünk különböző szakaszában ilyen együttműködésben részt vettünk, vagy éppenséggel hozzásegítettük intézményünket, vagy adott esetben az országunkat. Minden olyan lépés, ami a magyar felsőoktatási intézményeket nemzetközi, legyen ez most éppen Európai Uniós együttműködésből kizárja az árt. Én azt szeretném, hogy ilyen ne történjen, és annak örülnék, hogyha olyan körülmények lennének, amikor egy, ezt fel sem merülne, kettő, ha felmerül, akkor ezt a kérdést oldja meg a kormány. Én azt szeretném, hogyha a magyar felsőoktatás minden intézménye, minden oktatója és hallgatója részese lehetne annak az együttműködésnek, amelyet többen már elmondtak, akár programokba foglalva, akár azokon kívül. De egy valamire föl kell hívjam a figyelmet, mert a vágyak és az akarat mellett konkrétumokról illik is kell beszélni. És nem arról fogok most, hogy az Horizon vagy az Erasmus Európai Uniós korlátozása mit jelent a magyar intézményeknek, hanem hogy hogyan működik az a felsőoktatási globális piac, hiszen itt egy globális egyezményről van szó, amelyről kevesebb szó esik. A világ egyik legfontosabb és hatásaiban legradikálisabb versenye az egyébként éppen a felsőoktatásban és a kutatásban folyik. Nem csak az Európai Unión belül, hanem és főként különböző országok, régiók között. Ha történik valami olyasmi,
ami egyébként nagyságát tekintve, lélekszámát tekintve nem is annyira az első vonalban van, de kutatási eredményeit, a múltját és egyébként számos területen a jelen még nem eredményeit, de kutatási területeit nézzük, akkor Magyarország messze gazdasági teljesítőképességének és lélekszámának meghaladásával vesz részt ebben a felsőoktatási versenyben. Azt kell önöknek látniuk, hogy ez a durván 9,5 milliós ország és ez a 14 milliós nemzet abban a 8 milliárdnyi ember közül, akik itt élünk a bolygón, teljesen meglepő, más tekintetben kiemelkedő szerepet visz. Ha viszont ezt elfogadjuk, akkor látni kell a reakciót. Abban a pillanatban, hogy akármilyen oknál fogva, mert ez a globális verseny résztvevőinek nagy részét nem érdekli, hogy milyen oknál fogva, de egy lehetőség együttes bezárul. Tudnék, most arról beszélek, hogy az Európai Unió az Horizon és az Erasmus programba, és különösképpen a kutatási programról akarok beszélni, a Horizon, korlátozni kívánja a magyar felsőoktatási intézmények részvételi lehetőségét. Itt több mondatban hallottam már, hogy mit jelent ez az Európai Unió számára, mit jelent ez Magyarország számára, csak hogy a valóság ennél bővebb. Tengeren túli és délkelet-ázsiai régiók, országai az ilyen esetre azonnal reagálnak. Kérem, hogyha van egy jeles kutatócsoport, egy kutatási téma, értelemszerűen nem az én eredeti szakmámba, a bölcsészettudományba, műszaki tudományokba, orvostudományba, gyógyszerészetbe, akkor bizony, ha ennek a kutatócsoportnak a lehetőségei szűkülnek, akkor egy más területről érkező invit, meghívás nagyon gyorsan érkezik az országba. Én nekem tudomásom van arról, hogy Délkelet-Ázsiából, ahol igen sok pénzt tettnek kutatásfejlesztésbe. Az eredményeket a nemzetközi rangsorokba kérem nézzék, ne csak azt nézzék, hogy az Európai Unión belül mi a helyzet. Nézzék meg kérem, hogy kis területű, viszonylag kis létszámú, akár a mi országunkhoz képest kisebb létszámú országok, ott abban a régióban mit és hogyan tesznek, és hogy kutatás, fejlesztés, innováció kapcsán ezt hogyan teszik. Az esetek döntő többségében nem saját állampolgáraikból, hanem ebből a globális felsőoktatási piacból, minthogy tesznek is bele forrást, más tekintetben lehetőségük is van arra, hogy beletegyenek forrást, kivásárolnak kutatócsoportokat. Az már egy nehezebb ügy, mint egyszerűen annak a problémának a megoldása, hogy egy aktuális, legyen az politikai vagy szakmai vitát lezárjunk. Én azt szeretném, hogyha ez a vita minél gyorsabban rendeződne, mert ezt nem egyszerűen a magyar felsőoktatás, a jelenlegi magyar kormány és az Európai Unió vitájának egy pontjaként értékelem. Ennek vannak másfajta hatásai. Kérem, hogyha föltételezzük, és higgyék el nekem, hogy nyilván konkrét területet, intézményt nem fogok mondani. De van olyan terület, ahol egy kis létszámú, kis területű, de igen gazdag délkelet-ázsiai ország kutatócsoportnak tett és tesz ajánlatot, teljes infrastruktúra biztosítással, teljes lakhatással, a családtagok ott létével, és olyan fizetéssel, amelyet magyar, sőt, nem túlzás azt mondani, Európai Uniós források sem tudnak biztosítani. Az egész kutatócsoport 5 éven keresztül
annak az országnak a innovációját, kutatás fejlesztését erősítse. Tudnék, a szerződésben az van, hogy minden eredmény, ami megszületik, az kizárólag annak az országnak a felhasználási célját szolgálhatja. Na, az már gond. Mert azt nem fogják tudni megoldani azzal, hogy 3-4 év múlva, 1 év múlva, másfél év múlva lezárnak egy aktuális problémát. Ezért kérem szépen, hogyha egy globális egyezményről beszélünk, megerősítem még egyszer, hogy a globális egyezményhez való csatlakozást a mi frakciónk meg fogja szavazni, mert ez a magyar felsőoktatás és a mi országunknak az érdekében áll. Ezzel kapcsolatban azonban kérem, lássák, ha már globális egyezményről beszélünk, hogy hogyan működik a globális felsőoktatási piac. Az így működik. Ahol lehetőséget lát, ahol részt lát, ahol korlátozást lát, ott nem sajnálkozik, hanem oda benyúl, oda pénzt tesz, ott felvásárol, onnan elvisz. Ha ezt szenvedi el a magyar felsőoktatás, akkor néhány évvel később mi magunk, vagy képviselőtársaink egy a jelenleginél lényegesen problematikus képről számolhatnak be. Én azt javaslom, hogy éppen azért a felelősségért, amit a választók ránk ruháztak, és aktuál politikai vitákon túl próbáljunk már következményekbe is gondolkodni és látni, és nem egyszerűen csak a hétfőről kedre jót vitatkozunk egymásra, úgy, hogy csütörtökön már senki nem emlékszik erre az egészre. Itt nagyon nagy horderejű folyamatok zajlanak a világban. Ennek a változásnak, azt még nem tudom mondani önöknek, hogy ez fejlődés, de ennek a változásnak az egyik hordozója a globális felsőoktatás és kutatásfejlesztés. Minden, ami Magyarországot ebbe belehelyezni képes, higgyék el, ott a magyar kutatók, kutatócsoportok, intézmények képessége, tehetsége biztosít minket arról, hogy megállják a helyüket. Ha ez azonban korlátozva van, akkor az előbb említett folyamatok zajlanak le, és utána már nekünk törvényhozóknak sokkal nehezebb feladatunk van, tudnilik abba, hogy a hazánkból elvitt, kivásárolt, a globális piac törvényei szerint máshol zavartalanabb körülményeket biztosító államokból visszahozzunk embereket, kutatóinkat, kutatócsoportjainkat, vagy éppen egészen fiatal honfitársainkat. Ennek az egyezménynek a vitájába én ezt a szempontot szerettem volna beemelni, és higgyék el nekem, amikor ilyen dolgokról hallok, mint amiről az előbb beszámoltam, érdektelen, hogy ki az ellenzéki és ki a kormánypárti. Érdektelen. Azt a kutatócsoportot lássák, akik magyar emberekből állnak, ennek az országnak a területén, ennek az országnak az érdekében és saját tehetségükből fakadóan dolgoznak, aztán van egy pillanat, van egy helyzet, amikor már nem ez történik. Én azt szeretném, hogy abban legyünk egységesek, hogy teremtsük meg azokat a feltételeket, amikor nem elmenni érdemes, hanem itthon maradni a távlatokban is érdemes úgy, hogy a nemzetközi együttműködésbe ezeket a kutatókat, intézményeket a lehető legjobb körülmények közé állítsuk. Nekünk nem az a dolgunk, hogy jobban tudjuk a képleteket, mint ők. De az igenis feladatunk és kötelességünk, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk nekik ahhoz, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Ez az országunk érdeke. Ez nem egy párt érdek, meg ellenzéki érdek, meg kormánypárti érdek, hanem ennek az országnak az érdeke. Hogyha ezt így látjuk, akkor tettünk valamit. Ha csak arról tudunk beszélni egymással, hogy éppenséggel ma, szerdán ki hogy gondolkodik a másikról, nem vittük előbbre az ország dolgát. Ennek az egyezménynek az elfogadása előbbre viheti. Azt javaslom önöknek, próbáljunk együtt olyan körülmény együttest teremteni, ami ezeknek a kutatóknak, ezeknek a nagyszerű embereknek a lehetőséget megteremti. Ne csak akkor tapsoljunk, amikor egy társunk Nobel-díjat kap, Isten éltesse őket, hanem teremtsünk olyan feltételeket, hogy újból és újból ezt megélhessék magyar kutatók. Köszönöm szépen a lehetőséget!